Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A telefonom azonnal megszól, ezt most megmondom, vagy felveszem, és utána mindenféléket majd köszönök önöknek. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok, nagyon gyors volt. Jó estét kívánok, Ildikó. Segítséget szeretném kérni egy helyzetben. Van egy folyamat, ami most így elindult. Nekem elvileg segítség kellett volna jövőben, de úgy néz ki, hogy nagyon nehezebb ez, mint nem tudom, megérje. Csillagocsan, nagyon-nagyon rosszul hallom, nem tudom, mennyire van közel az internethez, hogy egy ajánlatot kapott, és azt nézze meg, hogy megéri-e, hogy az fogadja el, vagy mi ez? Nem ajánlat, hanem segítség lehet volna szükségem, és ez a folyamat, ami beszélik, hogy segítséget kap, ez úgy néz ki, hogy több, de ez nagyon nehéz. És meg szeretném nézni, hogy ez megéri-e tovább. Hamis, valami pénzügyi dolog, ami jönne másképp is. Azt gondolja végig, hogy mi az, amiben a szüksége volt a segítségre, miért van ott mellette a félelem, a félelmet kellene elveszítenie, de azt nagyon sürgősen és nagyon gyorsan, és mert hogy őrangya segítséget kapnak, ki kellene találja saját magának, hogy mit szeretne, ugye itt van kapásban megint a tervek lapja, a kis pénz dolgait is, tehát hogyha valakit szeretne megkérni, hogy azt fizesse ki magának, vagy intézze el valamit helyettem, akkor ugye az a hamis benne, hogy nekem kell kiállni a saját magam dolgaiért. És ez nem az igazi így. Itt van, hogy a saját sorsom, hogy ki tudok állni, meg tudom csinálni, meg tudja oldani, hol biztosan, és a kis pénz hitrendszerét is elveszíti, baráti segítséget akkor már kaphat, mert akkor már pontosan tudja, hogy mit szeretne, de most valahogy rá akarja bízni magát valamiki másra. Nem, mert talán az, hogy itt ez mindig is ilyen segélyes dolog lett volna, hogy kikerüljek a csávából, de úgy néz ki, hogy túl sok. Nagyon nehéz. Csillagom, és az, hogy miért került a csávába, az egyszer írja össze saját magának. Írja össze egy papír, de csak a rossz dolgokat. Írja össze azt is, hogy mi a magánvéleménye a pénzről, vagy mikor volt pénzzel kapcsolatban valami nagy nehézsége, valami Borzinger helyzete. Azt is írja össze, de csak a rosszat. Mindenből csak a rosszat egy papírra írja le. És akkor egyszer ugye szembesülve, nem mondom, hogy úgy csinálja, hogy leül, és akkor most ilyen házi feladat az, hogy össze kell írni az összes rosszat, az jó pocsékul érzem magam tőle, hanem úgy tesz-vesz, és a közbeszédet, hogy hú, még az is tudni, mint ahogy egy társaságban egy történetet elkezdünk mesélni, még 20 000 másik történet is előjön innen-onnan, és az gyűjtögesen végig, és gondolja végig, addig, amíg azt a marhasságot, amit elkövettünk, nem szembesülünk vele, nem változtatunk rajta, azaz nem tanulunk belőle, addig az mindig vissza fog jönni. És ennek magának most itt nagyon jó lenne ezt abba hagyni, de véglegesen. És most van itt egy ilyen fordulópontja, a kötelező változás lapja. És mindenképpen meg tudja oldani, hogyha semmilyen segítséget nem kapna senkit, és nem kapna most segélyt, ha például ez a tanács, és azt mondja, hogy kérem szépen, most akkor kapok mit 20 000 forintos segélyt, nézze meg, hogy az mire jó. Tehát, hogy mire elég. Nagyjából majdnem a semmire. Ha az, hogyha éhen akar halni, akkor esetleg arra igen, viszont ha nincsen mögötte terv, hogy jó, rendben van, ez az egy dolgot most megoldották, na de hogy fogom holnap után megoldani, akkor ugyanott lesz, mint most. Ja. Írja, hogy a legelső 20 forintján, vagy 200 forintján, mert nem 20 forintba kerül, hanem 200-ba, vegyen egy füzetet, és az legyen a kívánság füzete. Díszítse ki, rajzol rá angyalkákat, vagy virágot, vagy a frászódja, micsodákat, és írja bele a noteszébe, hogy ebben a hónapban van ennyi bevételem havonta, olyan elfoglaltságban, amit szeretek. Mennyi legyen ez a pénz az első hónapban, mit gondol? 100 000. Ha semmi nincs, akkor most legyen 100 000. Én is azt kértem, 30 000 volt, vagy 35 000 volt a nyugdíjam, és én is azt kértem, hogy hát akkor legyen 100 000. 2 hét múlva megvolt a 100 000, úgy meghökkentem, hogy őrület, és egyszerűen is tudtam utána nézni, hogy honnan a fenéből jött ez össze nekem. Mondtam, hogy mindegy, az elmélet így működik, akkor én ezt megcsinálom, és attól kezdve mindig beírom, hogy mindenre bőven elég. És mindig valahonnan valami jön, vagy valami megoldódik. Jó, ez feltétlenül írja le, hogy most február hónapban már a vége, írja, hogy március hónapban van 100 000 forint bevételem. Ha megvan a 100 000, akkor kell majd összeírogatni, hogy mennyi a konkrét költsége minden hónapban, a legszükségesebb dolgokat, de abban legyen benne a mit tudom, hogy egy hónapban egyszer elmegy moziba, és legyen benne a kaja is. Tehát ne csak a rezsi, hanem a minden. És annak a dupláját írja le minden hónapban, hogy annyi bevételem van. Majd, ha annyi lesz, akkor majd nyitogathatja ki az ablakot, hogy még mi mindent szeretne, jó? Jó.
Ez egyébként biztos, hogy meglészít a szerencsés jön magához, addig, amíg nem engedi meg. Köszönettel elfogadom az égi segítséget, hogy minden célom, vágyam úgy valósuljon meg, ahogy nekem tényleg jó. Képzelj el, hogyha bármilyen nehézség jön később az életébe, és ezt maga meg tudja oldani, akkor mekkorával nagyobb lesz az önbizalma, vagy a hite saját magával, hogy azt mondja, hogy hú, hát emlékszel, amikor 2016 hú, februárjában, hát akkor nagyon szar helyzet volt, és azt is megoldottam, akkor már a hitrendszerét is megerősíti vele, jó? De itt van, mondom, biztos, hogy bejön 1000%-os. Ha oda akarják adni, nem baj, csak ne számítson rá, mert nagyon sokan például, akik leszázalékoltak, az annyira fél, hogy nehogy elveszítse ezt a leszázalékos, hát ez 25 000 forintot kap csak havonta. Tehát pont az éhehaláshoz elég. Erre én is gondoltam egyébként. Még azt megkérdezhetném, hogy volt valaki egy ilyen, korábban ebben a héten valaki felhozott egy lehetőséget, de nem vagyok benne biztos, hogy önnek ez jó lehetőség lenne. Megnézhetjük, hogy ez... Meg. Mindjárt nézem. Én pont erre gondoltam a legelején, amikor megkérdeztem, hogy mit nézek meg. Jön, szerencse, hűség magához tegye. Ez nem tudom, hogy mi ez, de akármi, a semmihez képest ez jó. Jó. Uh-huh. Jó. A jövője is jó. A jövője is jó. Ír a pont, és elindul egy másmilyen energia. De, szívem, tessék annak energiát adni, hogy amit hoztak ötletet, azt valósítsa meg, de... Uh-huh. Valakinek pont a múlt héten mondtam, hogy 1,5 millió forintos havi fizetése volt egy multinál, és utána ott hagyott csapott papot, mert annyira nem bírta idegek elviselni, hogy rákos lett, és utána 80 000 forintért elment a Tesco-ba árufeltöltőnek, és mondták, hogy te ne hülyéskedj, hát egy ilyen megalázó munkát, azt mondja, miért nem kell a bodybuilding klubba fizetnem, és az pont 80 000-rel több a semmitér, és ezzel ki tudom fizetni a rezsimet. Akkor azért vannak ilyen harag. És még egy második ilyen, ne úgy mondom, hogy lehetőség, ez csak egy nagyon-nagyon apró kis valami, amit két napja megint csak a figyelmembe hoztak. Nem, ez lehet, hogy lassabb lenne, mint az első, de... Megnézem, hogy melyik a jobb. Aha, vagy értem mind a kettőt. Az is lehet. Megnézzük, hogy mi van az első. Van az elsővel. Ott több pénz van. Annyira lehet, hogy nem szeretni, de azért ott több pénz van. A második, nem, a második az semmi. A szomorúság, ellenség, alárendeltség. És mi van akkor, hogyha mind a kettőt elvállalja? Hát, ha nem hosszú ideig tart, és nem meríti le saját magát, akkor inkább mind a kettőt. Tehát ne ide, vagy ne oda, hanem akkor inkább mind a kettőt egy kicsi ideig, addig, amíg összeszedi magát anyagilag. Jó? Na. Okosan, drága. Jó, hogy fölhívod, mert azért legalább az irányultságot legalább ki tudtuk találni, jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, és minden jót önnek. Köszönöm szépen, hogy hívott. Egy 3 órával előbb érkeztem, mint ahogy kellett. Én nem tudom, mi történt a Mátéval, mert nem volt időnk pár beszélgetni, hogy egy gyors váltásba csak át kell pakolni. Olyan volt, mint egy vakbélgyulladás. Remélem, legközelebb azért nem ilyen lesz. Mert ez a műsor pont az, hogy én másmilyen vagyok, meg ő másmilyen, és ezért a kettőnek a kétféle stílusához meg tudják találni, hogy kit akarnak fölhívni. Úgyhogy én se szoktam olyan halálosan komolyan venni a dolgokat. A kártyámat mindig nagyon komolyan veszem, de az életet azt azért nem muszáj, ott a humor, a jókedv, mindenféle lazulás sokkal elviselhetőbbé teszi, és olyan megoldásokat hoz be az embernek az életébe, amitől a jókedvtől más mondjuk endorfinokat és egyebeket is bekapcsolunk, ez azért egy fizikai dolog, de az is nagyon fontos, hiszen a fájdalmat tudja csökkenteni, meg megoldásokat tud hozni. Jobb rálátásunk van. Hogy emlékszem, hogy én nagyon sokat tévéztem, és annak idején az RTL klubban volt egy kollégám, aki tök klaza volt, mindenféleket csinált, ez meg az olyan hihetetlen nézettséget kapott, hogy ez valami elmondhatatlan, és akkor voltak, akik azt mondták nekem, hogy de ilyen komolyan, meg olyan komolyan, mondom, figyelj, ahogy én csinálom, én vagyok én. És aki engem valami miatt szimpatikusnak tart, akkor az úgy is fogja szeretni, így, ahogy van. De az, hogy én, mit tudom én, leesett valamit, lehajoltam, persze kimentem a kamerából, lehajoltam és fölvettem. Úristen, mondom, de hát az a fontos, hogy ezzel a tollal leírjam azt, amit ő lediktálnak, most akkor álljon meg az adás, nekem leesett az valami, úgy csináljunk, mintha nem lenne probléma. Önöknek az életében van olyan, hogy nincs probléma? Ugye, hogy nincs? Most, hogyha attól a helyzettől, amikor valami váratlanság történik, ettől én kiesem a szerepemből, hát abban a pillanatban nem vagyok alkalmas arra, amit csinálok. Úgyhogy remélem a Máténak visszajön a jó kedve. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, Glória vagyok, mert egyszer segített nekem Ildikó, de örülök, hogy sikerült felhívnom újra. Két rövid kérdésem lenne, egyik egy ilyen munkaügyi dolog,
hogy lenne egy munka, amit most lehetne elkezdenem, de szakértelmem nem annyira van hozzá, és a pénz is elég kevés, de mégis érzem, hogy esetleg lehetne valami lehetőség ebből, nem tudom, hogy... Megnézzük. Hogy ez milyen. Milyenek a megérzései egyébként? A hely tetszik. Nem. Egyébként a megérzései milyenek? Hát nem nagyon hagyatkozok rájuk sajnos. Csillagocska, a lesz szíves egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy igenis, ha... Tudja, én hogy szoktam meg az, hogy hallgassak a megérzéseimre? Mindig leírtam hirtelen az első gondolatot, és aztán elmentem, és megcsináltam úgy, ahogy az Ildikó kitalálta. És hát az sose volt jó. És amikor már harmadszor, negyedszer, ötödször még mindig azt kellett volna csinálni, hogy először eszembe jutott, akkor így elővettem, és így megnéztem, hogy látod, Luizi? Pedig jött a jó. Minden visszafog, tehát mindig meglátom a benne a... ami nem tetszik, nem, és nem, akkor te mindig nem, arra hallgatni, hogy semmiben nem kezdenék. A nem tetszik, az nem látom, nem meglátom benne, hanem az egónak a félelmei, mert hogy ezt szoktuk meg. De az első, na azért kérdeztem ezt az egész hosszú szót, úgyhogy legyen szíves, hagyatkozol rá, mert igen, az van benne, hogy először egy biztonság, de egy beteges nem annyira dolog, még kétszer meg is fog fordulni a fejébe, hogy esetleg jól ott hagyja, szeretni fogja, hivatalos dolog, megvan hozzá az esze, megvan hozzá az esze, mindegy, hogy milyen végzettsége van, remény, jelentős változás ajándékszerűen, és azt tudja belőle kihozni, amit föl tud mérni később, hogy milyen lehetőségek vannak ebbe. Jaj, tehát akkor jó, akkor kezdjek. Abszolút. Bele. Így van, és ide kihúztam ugye a tervezés lapját, az azt jelenti, hogy még segíteni is fogják, mert szimpatikus lesz, és én is kaptam már úgy állásajánlatot, hogy néztem, mondom, ne haragudj, nekem semmilyen végzettségem nincs, miért én? Azt, én nem tudom, úgy érzem, hogy te erre nagyon jó vagy. Aztán később szereztem hozzá papírt is, de most nagy képviség nélkül állíthatom, hogy talán a legjobb voltam. Én annyi kicsi óvodásnak tudtam átrendezni az egész életet. Viszont csak ez meg pont egy olyan jobb agyfértek és dolga, ami nekem egyáltalán nem egy számok, pénz, jaj, szóval... Csillagom, ne bosszantson, az anyagvilágában van ennek házi feladata? Az biztos. Na, ötös vagyok, és ahhoz képest sehol se állok. Csillagom, ezt akarom mondani, hogy ez benne a lényeg, hogy én például azon kaptam hisztériás rohamot, hogy ettől kezdve nekem kell a banki átutalásomat, meg nem tudom, micsoda, online megtanulnom. Eddig a lányom csinálta, most mindenféle ilyen bankoknak a cseréje, meg nem tudom, micsodája miatt, nekem meg kell tanulni, meg mert én bonyolult lenne. És azt mondta, hogy anyu, biztos, hogy meg tud csinálni. Hát ehhez képest tegnap egyedül megcsináltam egy online átutalást, aki ezt magától tudja, röhögött rajta, biztos, hogy ez nem vicc. De 70 éves vagyok. És ezt is meg tudtam csinálni, biztos maga is megtanulja, nem baj. Tehát az a része legyen olyan, hogy nem kell könyvelő legyen, nem kell egész életében számokkal legyen, de nem baj, ha ezt a részét is megtanulja. Köszönöm a biztatást, és a másik rövidleg anyukám beteg, most nem akarom részletezni, el kell helyezni valami jó helyre, de egyet találtunk csak, ami pénzes is, meg nincs is közel, hogy ez jó lesz, vagy találunk-e mi jobbat. Hát most az úgy kezdődik a dolog, hogy ha azt hiszem, hogy találok jobbat, akkor találok jobbat, ha azt hiszem, hogy nem, akkor nem. De már körülnéztünk, pillanat. Jobb, ez messze is van, meg drága is, de nem találunk jobbat, nem tudom. Mindjárt megnézem, hogy ez hosszú távon. Most is van valahol, de az hát... Várjon. Ez jó. Ez egyébként anyukának egész biztos az jó. Amit kinéztünk? Igen, pillanat. És hogy egyébként pedig mód van-e rá. Azt azért kérdeze meg, fognak tudni találni jobbat. Én ezt most magától kérdezem, de ott, mintha jobb lenne, hogyha nem mondaná, hogy de ha találunk jobbat, akkor ugye elvihetem. Szerintem biztos. Tehát ez jó itt, ki is tudják fizetni, nem probléma, öröm, hogy ez most egy jó megoldás, de utána lesz rá még jobb, a maga tűzze ki magának, hogy ettől körülményekben jobb, közelebb, és olyan összeget, amit könnyedén tudunk kifizetni. Jó, tehát legyen mellette utána egy ilyen terv. Ugye egy éven belül találunk egy olyan... Én csinálom ezt, hogy ennyi bevételben, amit már öntől hallottam, így meg úgy, de kicsit messze állok még a dolgoktól. Most nem tudom, vagy nem jól csinálom. A következő dolog van, én egyébként, mikor volt egy nagy káosz az életemben, és azt mondtam, hogy felteszem a kezemet, és leteszem az esküt, hogy az őranyjaimnak nem akadályozom a munkáját. Én a racionalitásommal megkértem, hogy mutassák meg, hogy van-e itt valami energia körülöttem, és nagyon eklatánsan be is mutatták, hogy nem akadályozom az égiek munkáját, hogy minden tervem vagy vágyam úgy valósuljon meg, ahogy nekem tényleg jó.
És attól kezdve döbbenetes, két hét alatt nekem teljesen átrendeződött az életem. Igen ám, de az alatt, a két hét alatt én egyszer sem mondtam ki olyat a számon, vagy ha kimondtam, töröl, 8 másodpercen belül vissza lehet szívni, mert hogyha maga építi, és már 3/4 megvan a ház, és bevág egy bombát egy ilyen mondattal, akkor az egész ledől. Tehát, hogy attól a pillanattól kezdve ennek az új elhatározásnak megfelelően gondolkozom, teszem és csinálom a dolgaimat, és zsigerből megváltozik. Tehát két hét alatt én teljesen elhűltem, hogy ez hogy létezik, hogy ennyi változás létrejöttet az életemben. Mondjuk két hét múlva jöttek rá a szomszédok is, meg a barátaim is, hogy mi van új pasimban, vagy mi a frász történt velem, mert annyira megváltoztam. És akkor én elcsodálkoztam, hogy eddig így csináltam, ennek ez lett az eredménye, most így csinálom, Szent Isten, ez lett az eredménye. És nagyon sok minden megváltozott, mondhatnám minden. Csillagom, ez most jó, koncentráljon arra, hogy biztos, hogy ki tudjuk fizetni, és arra koncentráljon, hogy egy éven belül talál, maga fog találni, ráadásul nem is más, maga fog találni egy olyat, ahol még jobban érezni magát az anyukája, és mindenkinek tökéletes, jó? Jó. Na, így legyen. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, sok sikert. Üdvözlöm, minden jót, Ildikó, köszönöm. Ez nagyon fontos. Ha elhatározok valamit, attól kezdve annak a elhatározásnak megfelelően kell tennem a dolgokat. És én nagyon egyszerű, primitív példával tudom elmondani, elhatározok, hogy paprikás kubit fognak főzni, de aztán közben megfordult a fejébe, hogy talán mégsem, meg esetleg inkább a somlói, és beleteszi a tejszínhabot a paprikás kumpiba, vagy aztán kihagyja belőle a sót, mert hogy a tejszínhabba. És akkor ott elkezd egy káoszt csinálni belőle. Ez így most vicces és negyedséges, hogy persze ilyet nem csinál az ember, de az életében pont így csinálja, hogy kicsit ez, kicsit azt, az egészből lesz egy káosz, mert az egyik kioltja a másikat, és a végén nem érek el vele sikert, és nem érem el azt az eredményt, amit szeretnék. Tehát az elhatározom, hogy mit, nagyon részletesen körbejárom, alszom rá egyet, másnap megnézem, hogy mit szeretnék, és annak az elhatározásnak megfelelően fogok, most itt vágok egy nagyon kedves édes arcot, mert megnyomja a kollégám, mert ugye ezt föl kell tenni, hogy holnap, nem, majd még visszanézik az adást, tudják, hogy ez melyikhez tartozik. Ez most, azt se tudom, hanyadika van ma. 25-i adáshoz lesz ez a kép. Tehát nagyon fontos, hogy amikor elhatározunk, hogy mit akarunk csinálni, attól kezdve végig kell gondolni a lépéseket, és tartani magunkat ahhoz az elhatározáshoz. Jó estét kívánok! Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, Ildikó! Szeretnék megkérdezni, egy barátnőm egy pár napja, két napja felhozott nekem egy lehetőséget, amivel munkát keresek, és ezt szeretném megkérdezni, hogy ez valamilyen érdemes utána... Megnézem, de rögtön mondok magának egy szót. A magyarok keresik. Keresetük van. Ja. Tehát teremtek, édesem, teremtek. Most ahhoz mennyire közelít a legjobban ez az ajánlat, amit más hozott. Mindjárt elmondom, hogy mi a különbség. Ez most jó, fogadja el. Nem biztos, hogy 100 éven keresztül ott szeretne maradni, mert azért annyira nem, kicsit alárendelt, kicsit nem jó a társaság, de aztán majd ez már egy, mindig, amikor valakinek egyáltalán nincs munkája, azt az ajánlatot, ami bejön, azt azért kell elfogadni, mert a pillanatnyi hangulatához kapta azt az állást. Érti? A hitrendszeréhez. És az nem biztos, hogy annyira tökéletes, de ahhoz, hogy elinduljon, egy sziklára szüksége van, ahol meg tudja vetni a lábát, és ez magának az. És majd akkor ott már lesz ideje, hogy ki tudom fizetni a rezsit, van költőpénze, tehát, hogy élni tudok, akkor már tud tisztában tervezgetni. Szóval én nagyon sokszor ajánlottam embereknek, hogy igen, vállalja el, nem, jó, tudom, lehet, hogy 2 hónapon belül biztos, hogy föl is fog mondani, magának egy kicsit hosszabb ideig fog ezt tartani, de addigra teremtsen magának, és ezt akartam elmesélni az elején, hogy amikor keresünk munkát, akkor azt akarjuk megnézni, hogy mások hogy akarják az álmaikat megvalósítani, és én hozzáadom magamat, hogy az ő álmaihoz én a kezemmel, vagy a eszemmel, vagy a tevékenységemmel hozzásegítem. Ha meg teremtem, akkor én kérem, hogy ezt szeretném, mint amikor hirdetést adok föl, hogy ehhez szeretnék kérni egy valaki közelműködőt, aki pont ezt fogja előállítani nekem, és ez a teremtés. Tehát az, amikor én kitalálom, hogy én hogy szeretném. És akkor ahhoz le kell írni, hogy amit, de ez a gondolkodásában is változás kell, hogy legyen, amit szeretek, jól csinálok, másnak nagy szüksége van rá, ezért nagyon jól megfizetik, elég szabad idővel jár, nagyon fontos, és az összes körülmény tökéletes, de azt viszont ki kell találni, mert mindenkinek másmilyenek azok a ideális körülmények, és egy dolgot még veszítsen el, akkor kaphat jobb elfoglaltságot is, meg kellemesebb életet is. Gondolja végig, hogy gyerekkorában
mennyire volt alárendelt olyan szempontból, hogy mennyire nyilváníthatta ki a saját akaratát vagy véleményét, és hogy mennyire érezte sokszor, sosem hallgat meg senki, meg nem mondhatom el. Ja, az jelent, ugye? Igen, tehát most ezt le kell tegye, írja össze az összes olyan dolgot, mert rájöttem, hogy a gyerekek tök másképp látják az életüket, lehet, hogy őrülten szerette magát mindenki, csak ők úgy tanulták meg, hogy te gyerek vagy, ne szólj bele semmiből, maradj csöndben, megy a sarokba, stb. Nagyon sok ember úgy neveli a gyerekét, ugye, ahogy látta a szüleit. Maga ezt írja le, és veszítse el. Azért, mert itt van az öröngyeli segítség, otthonosság, a gyerekkori traumákat, vagy helyzeteket, vagy megoldásokat el kell veszítenem, és akkor már tök mindegy, hogy mit teremt, mert akkor azt is fogja megkapni, amit megálmod magának, mert azt mondja, hogy megérdemlem, ezért megengedem, hogy jöjjön. Jó? Jó, köszönöm szépen, és én egy hónapja beadtam a jelentkezést, mert egy másik munkára két hetet küldtem, és egy ilyen beköszönést, hogy csak mindig várom a választ, és nem írt és azt nem tudni, hogy azt számít, csak azt is hagyja. Ott valami gáz van a cégnél. Lehet, hogy fognak magának, hogy hívják ott küldeni, most egy valami fura gondolatom támad, hogy... Jó. Hát lehet, hogy egyszerre érkezik meg mind a két ajánlat. Ez most egy teljesen vad dolog, de kérdezem, hogy mind a kettőt is el tudnál végezni, vagy csak muszáj akkor az egyik? Akkor csinál, akkor nem baj. Szóval hagyja, mert most nem magára vonatkozó, hanem ott valami káosz van. És egy kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy magának válaszoljanak, de én az érzésem, hogy jön, mert az örömteli változás is jön, de ott három nem jó lap van mögötte, és hát egy kicsit zizisebb dolog lesz, de meg tudná oldani, azt láttam, hogy kicsit feszültebb lesz, hogy össze tudom egyeztetni, de meg tudná csinálni mind a kettőt egyelőre, utána meg mindig dönthet, hogy melyik a jobb magának. Értem. És még ez a harmadik, ez egy nagyon-nagyon apró dolog, nagyon új is. Valaki kért arra, hogy olyan szinten, hogy ez nekem jó, de ingyen segítsek már nekik, és akkor ebből nekem lehet, hogy jó lesz egy idő után. Biztos. Ez jó helyzet. Sorsszerű lapot húztam kikapásba. Nem tudtam, mit akar kérdezni, de már egy húztam rá egy lapot, és az van, hogy sorsszerűség. Olyan, minthogyha a bankba befektetne egy kis tennivalóval, ismerettségekkel. Értem. És akkor csak ilyen kis apránként járuljak hozzá. Igen, egy nagyon fontos dolog, hogy általában jótékonykodni, de még akár a családon belül is segíteni, csak úgy lehet, ami nem veszélyezteti a kenyére valót, a erőmet és az időmet. Uh-huh. Ha a feleslegből könnyedén meg bármit, tehát akár ebből háromból bármi feleséget meg tudja tenni, akkor tegye. Én mondtam, hogy az emberek már csak azért is lehetnének egy kicsit jótékonyabbak, vagy segítőkészebbek, mert amit jót teszek a világban, az 100-szor is visszajön, amit rosszat, az szerencsére csak 10-szer. Most ez nem egy ilyen törvényszerű, most lehúztam a hatyákot, de sokkal többszörösét kaptam vissza annak, amit jót tettem mindig, és aztán meg jól is esett már utána jót adni. Értem. Jó? Jó, ez nagyon segített, köszönöm szépen. Annyit szeretnék még mondani, hogy úgy néz ki, hogy ez a videó azt, hogy az interneten nincs most ez az adás élőben. Ez a mostani? Igen, mert én csak az volt a szerencsém, hogy egy telefonszámot leírtam egy füzetnek sarkára. Várjon, akkor ezt is szólok. Laci! Akkor szólok a kollégámnak, most éppen nincs itt mellettem, de akkor megmondom, mert hogy maga ott van az internet mellett. Nincs fent se a YouTube-on, se az Evoboxon, tehát... Ez most, amit ma nézünk? Igen, amin most beszélünk. Jó, akkor ezt szólok neki, de akkor majd kiderül. Biztos rajta lesz az adás után, de akkor most nem tudom, mi történt, majd mondom neki, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy szólt. Köszönöm a segítséget. Minden jót önnek. Laci! Egy nagyon kedves hölgy telefonált, hogy nincs rajta az adás, se az Ezoboxon, se sehol az interneten. Hogy mondtam, hogy ezt most szóltam a kollégámnak el, mondjuk, ha megcsináljuk valami technikailag, akkor megnézzük, de köszönöm szépen egyébként, ez annyira szeretem. A tegnapi adást, ezt el kell, hogy mondjam, mert hogy a számítógépen, mert az én számítógépen megy, nem elég okos ahhoz, hogy azt a bonyolult valamit közvetítsen, úgyhogy majd megoldjuk, de most csak szerdánként csak telefonálni lehet. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, Ildikó. Egy eldöntendő kérdést szeretnék. Budapesten élek hajbérletben, van vidéken egy lakásom, és az ezős vagy az albérletbe kiadás mellett döntsek. Megnézzék egyébként. Itt albérlőm volt, és mind a kettővel eléggé porról jártam. Csillagocska,
A családba kifélt attól, hogy jaj, édesem, kiadni a lakást, az mindig nagyon zűrös, mert tudod, ha lelakják, tönkre teszik, nem fizetnek, stb. Ki volt a családban? Voltak ilyen jelzések, amiket kaptam, igen. Ez. Amikor valaki építkezik, akkor el szokták mondani, hogy a melósok mindig piálnak, átvernek, nem jelenik meg, stb. Nekem meg az összes nagyon tisztességes és rendes volt. Magának a félelmei miatt csak szerencsétlen olyan helyzetet kell bevonzania, ami nem jó. Úgyhogy most ezt tessék leírni és elveszíteni, és hogyha ez sikerül, és azt mondja, hogy én egy olyan albérlőt keresek, aki becsületes, tisztességes, aki emeli a minőséget a lakásnak, becsületesen fizet, és mindig nagyon jó, ezért mind a ketten jól járunk, akkor meg itt van, hogy jön magához égi segítséggel. Attól függ, hogy melyiknek ad energiát. Ki az, aki még erről a lakáskiadásról tud, vagy beleszólhat? Hát igazából a gyermekem, aki már felnőtt azért, de figyelemmel kíséri az életemet. És egész pontosan mi a fenére kell beleszólni egy gyereknek az én életembe? Hát ezt már én is kérdeztem tőle többször. Nem kérdezni kell, hanem csak megfogja a kezét, hogy kis szívem, képzeld el, téged is felbírtak nevelni, hát ha el tudom dönteni nekem mi a jó, hogy jutott eszedbe, hogy ebbe beleszólj. Ezt azért állítsa meg, mert ott van az ellenség. Ráadásul én nem tudom, milyen tervei vannak ennek a valakinek a lakással kapcsolatban, úgyhogy az is egy kicsit meg akarja állítani, mert ellenség vonal. Most az volt a kérdés, most először elmagyaráztam, hogy mitől kapta a hülye albérlőket, és most az a kérdés, hogy mi a jobb, hogyha kiadja, vagy eladja, vagy mi volt a kérdés? Igen. Na, akkor most ezt viszont most már végre megnézhetem. Jó? De ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig visszaköszön egy ilyesmi. Azt mondja, ha kiadom. Egy kedves, aranyos, tiszta, precíz néni, vagy hölgynek. Szívem, mind a kettő nagyon jó. De mondom, ahhoz egy át kell írni azt, hogy a korábbi hitrendszerét, és ha eladja, akkor tegyen mellé célokat, hogy mit szeretne a pénzből csinálni, de akkor ne a gyereke kapja meg. Nem, persze. Jó, ott van a vágy, a célok, a biztonság és hűség önmagamhoz, mind a kettő nagyon jó, most jó ára van a lakásoknak, adja most el. Jó, most vasárnap jönni fog egy hölgy megnézni, őt szeretnék kivenni. Igen, látom, egy, azért mondtam, egy kártyát, hogyha húzna rá, nem, hogy már húztam. Csillagom, már húztam. Azt mondtam, hogy egy hölgy jön. Pont azt nem tudtam, nem mondta az előbb még, hogy egy hölgy jön, és... De mondom, szívem, addig, amíg most ott van a félelem, ez most vasárnap jön, hát hogyha addig el tudja égetgetni, ezek ugyanezt a három lapot húztam ki, félelem, szerencsétlenség, alárendeltség, stb. És hogyha ezt fogja magát és elégeti, leírja, igen, akkor nézze meg, hogy azon a környéken mennyi az ár, egy picit többet kellene kérjen, érte, mint amit egyébként szokott érte kérni, és, de írja le és égesse el, ezt szeretettel elengedem, ezekre a gondolatokra, ezekre a félelmekre már nincs szükségem, és bevonzom a tökéletes, becsületes, tisztességes, nagyszerű embert, aki fizetés és akivel jól járok. Jól van, rendben van. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon, azt pillanat, kérdezze meg a hölgytől, hogy itt van még? Igen, itt vagyok. Hogy mit, mekkora időszakra gondolja, és hogy ha esetleg jön egy vevő rá, aki igényesen meg akarja venni, akkor hogy tudja ezt megoldani? Egy picit kérdezzen rá, jó? Jó, rendben van. Na, jó. Minden jót önnek. Jó, szépen köszönöm. Nagyon szívesen, minden jót. Szép estét. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét, Ildikó. Az előbb hallottam az adásba, hogy azt mondják, hogy nem lehet látni. De. Teljesen jól lehet teljesen látni. Igen, ezt akartam mondani mindenkinek, hogy köszönöm szépen, mert közben elment a kollégám, megnézte, úgyhogy valakinek csak az internete vohockodott. De működik. Imádom magát, és köszönöm hát, szépen, annyira bírom, amikor... Napos vagyok, és érzelmi előjelzést szeretnék. Igenis. Isten éltesse magát, ameddig szeretne élni egészségesen, mindig legyen oka mosolyogni, és mindenbe találja meg a lehető legjobb megoldást. Jó? Ezt kapja tőlem masnéval átkötve. Köszönöm. Na lássuk, hogy mit hoz ez az év. Olyan aranyos egyébként, amikor valakinek szólt, hogy ő nincs otthon, de szóljanak az Ildikónak, és mondják meg, és hívják őt föl, és mondják meg, hogy ez meg ez van. És akkor olyan aranyosan összefognak az emberek, és megteszik. Csillagocska, most már márciust, várjunk, csak egy kicsit odébb kereszt húzza, már a márciust mondom, ugye, mert márciussal kezdődik, mert április, május, június, és így van. Na, hogy mikor, mit kell tennie. Most egyébként érdekes módon ilyen márciusban valami nagyon segítőkész szerződésekkel kapcsolatos, ez lehet lakás, munka, utazás, bármi, tehát itt van március, április, májusban megy a szél, és nagyon jó siker áll minden. Június 6. hóban van egy olyan dolog, hogy
valamit el kell dönteni, ami esetleg hosszabb távra a biztonságát, az anyagi jólétét is meghatározza. A tessék szívesen beírni erre, már május végére írja be, hogy nagyon figyelni a június hónapra. Jó? Mert ott még nem tudom, esetleg nem jól döntök, akkor valami apró problémákat nem veszek észre. Tehát ha valami olyan ajánlat, vagy valami olyan érdekesség jön be az életébe, attól minden betűjét nézze meg, jó? Ez a június hó, mert akkor működik, és ne kapkodj el, ne nagyon tologassa nagyon sokáig, mert utána az, én nem tudom, milyen év ez magának, hogy hanyas éve van, mikor, milyen éve született? Milyen évben? Igen. 1962. 4, az 9, meg 9, meg 9, az 18, 9-es éve lesz. Sok mindent lezárhat, sok mindent megért. Remélem, hogy a február 25-öt, ha összeadom, ugye az akárhonnan nézem. Február 23. Ja, 23? Ja, magának 23, akkor nem az. Akkor még 7-es éve van. Akkor de az hogy egyébként a 7-es év az a filozófiai volt, egy kicsit sok mindent tudunk átgondolni, majd a 8-as éve, majd a következő az meg még a pénz, meg a sikerlapja, de minden lap jó. Minden lap jó. Ott van, hogy Pasi, az körülbelül nem tudom, hogy milyen kapcsolatban él, mert itt van egy levél, ami azt jelenti, hogy itt lehet férhez menni és elválni, ez március, a otthonnal kapcsolatos valami, de nagy segítségeket kapnak hozzá, és júli, augusztus, szeptember, október, november, december, mindegyik fél éven keresztül jó megold. Sorsomban, párkapcsolat, szeptember-októberre mindenkinek olyan nehéz lapja volt, de magának meg tök jó, örömteli változás, újjászületés, és az intuíció nagyszerűen bekapcsol. Hány éves most? 54. Van gyereke, mert hogy valahol esetleg valami gyerek vagy unoka, ott látom, hogy valahol jön. Kettő nagy gyerek van, nagy még. A sajátjuk. Igen. Nem arra gondoltam, hanem, hogy valakinek gyereke lesz. Érti? Nem magának, hanem valakinek. Rokonoknak lesz. Hát nem biztos. Hány évesek a nagygyerekei? Hát mind a kettő már elhedne, de még nem keltek el. De bár. Attól nem kell őket elvenni feleségül vagy férjül, attól, hogy még gyerekük lehet. Csak én mondom, hogy június, és ott előfordulhat, hogy történik valami, vagy úgy tudja meg. Mindesetre mind a három lapot kihúztam, ami gyereket szokott jelezni, csak mondom. És jó is lenne, ha megszületne egyébként ebben a családban, egyébként érdekes módon nagyon-nagyon tudnák értékelni ezt a dolgot, de magának az intuíciója, ő különös tekintettel majd decemberben már annyira bekapcsol, hogyha lehet, akkor a racionális agyára sose hallgasson, hanem csak a belső megérzéseire, és akkor attól kezdve annak adjon energiát. Tehát amikor jön az ego, és azt mondja, hogy igen, de tiszta, gyűrűlt vagy, na, akkor mondta, hogy pszt, egy picit elmérik, most nem kell foglalkozzá vele, majd ha kitaláltam, akkor segíts a megvalósításban, jó, akkor már egy picit kapcsolja be. Hát, minden jót magának tényleg. Júniusra figyeljen, és az összes többinek meg örüljön. Szép a játék. Ugye? Köszönöm. Hát, ezt nem én építettem ki, hanem maga saját magának. Így legyen. Köszönöm. Viszlát. Köszönöm magánál is az iskolában is, meg. Igen? Hallottam is sokat, igen. És de jó. Szépen haladok azóta. De örülök. A tanfolyamot is elvégeztem. Milyen korangyira tudok örülni. Köszönöm szépen. Minden jót. Tényleg. Sok sikert. Hát, azért ez egy... Már nem, nincs a születésnapom, de azért az ilyesmitől teljesen elolvadok. Mert pont ezen a héten mindenféle e-maileket kaptam, hogy van olyan, aki soha életében nem beszélt még velem egyszer se, és azt mondja, hát ő tisztára el van hűlve, hogy a mindenféle itt-ott előadásokat, meg YouTube-ot, meg ezeket az előadásokat, amikor másoknak mondom a szöveget, hogy akkor ő hallgatja, és hallja, hogy az illető nem akarja megcsinálni, de ő meg nekiállt, és azonnal így csinálta, de... És ha kapok egy ilyen papírt valakitől. Hogy tudják, okat kell elmondani. A magazin program bőrzéjén az oldal bal alján. Forra Ildikó vagy... Haló? Hát akkor ezt szétkapcsol, de tessék még egyszer telefonálni. Aki nem az élő formájában nézi az adást, hanem csak telefonál, az nem tudja, hogy mikor hagyom abba a szöveget. A beszélgetést bármikor abba tudom hagyni, amikor már csak így mondok mindenféléket. Forra Ildikó vagyok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ildikó, tudna nekem mondani valami biztatott párkapcsolat tekintetében? Hát, akkor ezt egy kicsit részletesebben szeretném tudni, hogy mit nézzek meg. Hogy megtalálom el páromat. Hát, ha ezt tőlem kérdezi meg, akkor maga szerint megtalálja? Most komolyan. Ha ezt tőlem kérdezi meg, és nincs hitrendszer, és nem,
amikor valaki párt akar találni magának, és nem teremteni akar, akkor az még nő nem tudja, hogy ő milyen nő akar lenni, és milyen életet akar élni. Ez három dolgot kell kitalálni. Kitaláljuk nagyon részletesen, hogy én milyen nőci akarok lenni, azaz a Júlia szerepét. Ha én már őrülten jól tudom, akkor castingoltathatom a pasikat, behívjak ehhez a szerephez tökéletes társat. Akkor másodszorra ki kell találni részletesen, hogy az illető külső és belső tulajdonságaiban mi legyen. A belső tulajdonságaiban azokat kell felsorolni, amilyen az én világnézetem, és amilyen az erkölcseim, vagy ahogy én látom a világot. A külsőre pedig azt, hogy az én szemem, az az egónak a szeme látja, mert ő fogja bámulni. És aztán harmadik, hogy végítsen azt az ötlépéses pártalálót, és utána megteremteni, és aztán még lehet negyedik is, amikor a Balogh Bélának a Tudatalatti Tízparancsolata című könyvének van egy CD melléklet, és a hatos pontot följátsza 50-szer vagy 150-szer egy MP3-ra vagy a telefonjára, és reggeltől ezt hallgatja. Az a lényeg, hogy mennyire határozta el, hogy miért kell a pár, mit csináljon ez mellettem, hol fog lakni, hol fog helyet foglalni az élet mindennapjaiban, és ezért hogy képzelem el, hogy ki legyen, nem? A hiányból nem lehet teremteni párt. Azt nézem most meg, mert erre nem tudok így válaszolni, azt nézem, hogy mi akadályozza, hogy magának legyen. Most van itt az idő, több lehetőség is lenne. Mennyire tudná elképzelni, hogy egy külföldivel él együtt? Ezen még nem gondolkodtam. Na, akkor az is legyen benne, hogy akár az is. Óvatosan és jól kérjem, mert a Pierre Frank könyvben van benne, hogy kitalálta a nő, hogy milyen legyen, és milyen magas legyen, és mit csinál, és mi legyen a foglalkozás, minden a világ, és a jobb combján legyen egy anyajegy, hogy ő tudja, hogy ez a pasi az övé, de úgy kezdődött a lista, hogy legyen fekete, magas, stb., és az kiderült, hogy a feketére nem írta oda, hogy a haja, ezért néger lett. És hát az egész család persze elájult tőle, azt mondta, mert legyen az ő problémák, a pasi tökéletes, és én vele akarok élni. Egyébként itt van a szerelem, magának nincs még gyereke, ugye? De van. Mekkora? 24 éves. Akkor nincs. Akkor ez már az unokája lesz. Azért, mert hogy képzelj el, hogy nekem itt van, hogy még akár egy olyan is, akinek gyereke van, mert egy olyan gyerek jön a családjába, akihez magának lesz köze. Annyira fiatal hallgatom, és nem tudtam, mert egyszer már egy 56 éves nőnek jósoltam azt, hogy gyereke lesz, de lett neki, mint kiderült. Tehát ott van a gyerek gondoskodás, és akár úgy, hogy egy pasinak hogy pont ő jöjjön oda, vagy az a gyerek, akihez nekem közöm lesz, az nagyon szíves segítsen, hogy én összetálkozzak azzal a párral, aki mind a kettőnknek, tehát annak a gyereknek is, meg nekem is a legjobb, kérjen egy ilyen segítséget. Ott van a szerencse, az idő, én, a siker, a többből lehetőség, és ez egy külföld. Ott van a szerelem, a sorsszerűség és az őrangyali segítség hozzá. Minden itt van. Tessék szívesen kitalálni az életet, a Júlia szerepet, azt is, hogy farmerbe akar játszani a Júliát, vagy klasszikusan akarja előadni, hogy Pesten akar lenni, vagy külföldön, vagy bárhol, de álmodja meg a saját életét, mert addig nem tudják kitalálni hozzá a megfelelő szereplőt. És akkor már adjon neki energiát, hogy na, ezt szeretném, egyébként meg legyen úgy, ahogy nekem a legjobb, és akkor azokat a kis apróságokat kiszedik belőle, amit maga a hülyeséget kér, és beleteszik azt a néhány dolgot, ami nélkül meg nem tudna élni, csak nem jutott eszébe. Jó. Nagyon szépen. Csinálja meg szépen ezt az egész teremtési dolgot, mert úgyhogy otthon ülök, és várom, hogy a királyfi betöri rám az ajtót, annak nagyon pici a sansza. Ott van a szerelem, ott a sorsa, ott van az őrangyali segítség, csak lépjen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, minden jót önnek. Aztán hívjon föl, és mondja meg, hogy a három közül melyik lett a legjobb. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Halló, üdvözlöm, Horváth Nikoletta vagyok. Igen? Én nekem csak egy kérdésem lenne önhöz. Hát akkor legyen, azért vagyok itt. Egy olyan kérdésem lenne, hogy anyósom szeretett volna Amerikába kimenni dolgozni. Igen, és az anyósa nem tud szegény. Ez már nem az első eset volt, hogy kimenni Amerikába. És az anyósa nem tud beszélni? Vagy miért magának kellett ezért? Nem. Azért, mert a lánya kért meg, hogy így próbáljak beszélni. Ő nem kapcsolódik ilyen témába, és ő szeretné tudni. Csak ő kint él Amerikába. Azért, mert azt szeretné, hogy az anyukája menjen ki hozzá? Tessék? Azért, mert az a kinti lánya azt szeretné, hogy az anyuka menjen ki hozzá? Igen, szeretett volna kimenni dolgozni, de most valamiért ez a munkalehetőség egyik napról a másikra megsemmisült. Így van. Igazság szerint csak azt szeretné tudni, hogy a sors akarta így, igen, ne jusson ki, igen, vagy külső tényező lehetett. Nem. Sorsszerű. Abszolút. Mindjárt mondom.
Nem, ez a dolog, ez most kifejezetten csapnivalóan rossz lett volna. Szerencsétlenség, ellenség, kevés pénz, alárendeltség, minden rossz, minden. Ez teljes mértékben igaz rá így. Ez mindenben lett volna, Isten őriz, hogy ez így sikerüljön. Azt találja ki az édes kicsi anyóskája, vagy nem tudom kicsodája ez, hogy igen. Ő mit szeretne és miért szeretne kint élni, csak azért, hogy találkozon a gyerekével, vagy az unokájával, vagy akárkivel. Tehát mi az a cél, ami miatt ő éppen pont Amerikába akar lenni? Igen, mert hogy ott él a lánya is. Hát ez az nem biztos. Amikor valakinek elmegy a lánya, fia, gyereke, akárki csodája ennyire baromi messzire, az pont azért kerül annyira messzire, hogy ők ketten ne legyenek együtt. Itt a mi cégünknél is egy ilyen dolog van, és én mindig mondom, hogy pont azért van olyan sok kilométerre tőlünk, hogy nem kell bele részt vegyük az ő család életébe. Igen. Pont ez a viccben, hogy nem kéne, hogy kikerüljön, ezért sorszerű. Itt, ne haragudjon, itt most maga nem tudom, mennyire látja a lapot, ez a vágy és a szerencsétlenség, ez egy szerencsétlen ötlet. Jó, csak ezt szerettem volna tudni. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Jól tetszik ki, köszönöm szépen én köszönöm, is, hogy hívott. Köszönöm, viszontlátásra. Nekem is külföldön él a lányom, és annak nagyon-nagyon-nagyon fontos oka van. Egy nagyon édeset mondott a lányom, amikor mi ketten kinyitottuk a szánkat, ugyanazt a mondatot mondtuk ki, annyira egyformák voltunk. És egyszer azt mondta a lányom, hogy anyu, annyira egyformán gondolkodunk, hogy én nem is lehet önállóan én valaki. Mellettem felnőtt és megtanulta azt a csomó mindent, hogy hogy kell az életet élni, de innen nem kell kipattogni Amerikába, innen nem kell kipattogni a külföldön élő gyerekemhez, hogy egy kicsit segítsen, majd én tologatom a gyerekét, majd én foglalkozom vele, majd én nagymama leszek mellette. Nem kell. Ők azért mennek annyira messzire el, hogy le tudjak szakadni az anyámról, és ez a lány teljesen megváltozott, aki az én lányom, teljesen megváltozott, egy önálló lett, millió problémája van a horoszkópjában, mondjuk ez is van benne, de ő megoldja. Ő ezt az életét egyedül egy olyan elképesztő, sokszínű és különleges és extrémen sikeres életet tud élni benne, hogy én csak tátottam a számat, itt meg az anyukám is, meg én is biztos ezer zseniális ötletet adtunk volna, amitől elvettük volna az ő kreativitását. Arról meg nem beszélve, hogy anyósként, pláne akinek fia van, annak aztán még véletlenül sem jusson be eszébe, hogy az anyósod meg akar jelenni, mert biztos, hogy elrontja a házasságot, de hogyha beszél vele, pláne amióta van Skype, tökéletesen lehet fecsegni, beszéljük meg, hogy minden héten egyszer, vagy minden két hétben egyszer, aztán már minden hónapban egyszer beszélgessenek csak, hogy tegye és ne adjanak tanácsot a Magyarország, illetve a másik országban lévő szülők, hogy csinálja a gyerekük. Ne vegyük ki a kreativitást a lehetőségei közül, és hagyjuk, hogy ő meg tudja oldani a dolgokat, hogy legyen rá büszke, aztán meg már büszkék lehetünk rá. Én persze baromival büszke lehetett. Olyanokat csinált, hogy én biztos a felére sem mertem volna igent mondani annak idején, mert én nem mertem volna ezeket a nagyértékű dolgokat meglépni. A legnagyobb nehézségek árán is ő mindent meg tudott oldani. A legabszurdabb az volt, amikor eltörte a férje a gerincét, és gipsz ágyba feküdt egy fél évig, és senkinek nem szólt a lányom Magyarországon. És mondom, te Úristen, hát miért nem mondtad azt, hogy panaszkodjatok, hogy sajnáljatok, hogy minden két hétben valaki megkérdezi, hogy na mi van, és akkor együtt érez velem. Azt mondja, úgyse jöttél volna ki lefürdetni a férjemet, azt mondja, legalább addig nem kellett veletek foglalkozzak. Hát meghökkentem, mit mondjak, de teljesen igaza volt. A mi aggódásunk, vagy a mi véleményünk, vagy a mi látásmódunk legalább nincs annak a valakinek benne az életében. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ennek a valakinek, hogy szívességet tett egy másik embernek, mert egyébként Amerikából is föl tudott volna hívni a lánya, mert szerencsére ezt a bizonyos 061-785-3077-es telefonszámot, tehát még egyszer mondom, 061-785-3077, hogyha ez úgy kezdik, hogy plusz 36-1, akkor a világ bármely pontjáról föl lehet hívni, és hála Istennek pont olyan időpontban van ez az adás, hogy a világnak a két ellentétes pontja, és mindegy, hogy este későn vagy hajnalban hív minket, vagy délben, el tudnak érni, és bárhonnan telefonálnak. És nekem ez a csoda, hogy valaki otthon lenyomkodik számot, és akkor itt csörög a telefonon, és a világ másik pontjáról hív minket. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok. Munkára vonatkozó kérdésem lenne, mégpedig úgy, hogy van három kinézett helyszín, két különböző város vagy külföld, és az lenne a hozzá kapcsolódó kérdés, hogy melyiket lehetne hosszabb tábla tervezni, melyik lenne nekem a kedvezőbb. Értem. És már sorba van magának rakva? Igen. Jó, megvan. És biztos nézzél korábban az adásokat, mert olyan szép... Tökéletes az internet, semmi kihagyás nem volt. Édes pofa, köszönöm szépen valakinek. A kép se romlott el, vagy a hang sem. Igen. Az egyes, az nagyon jó. Nem értem. Az egyes, az nagyon jó.
Hallottam, most meg közben belecsöngetett valaki. Igen, mert mindig csak a nagyont hallottam. Igen, nagyon jó. Azért, mert ha valaki hív minket, akkor egy másodpercre szétszakad a hívás. A kettes az nem, az egyáltalánban minden rossz. És a hármas... A külföld. A külföld az meg majd lesz... Az, most az egyes, most az egyes. És ez rövid táv, vagy hosszú távra szólóval lenne? Magától függ. Aha. De benne van a külföld is, ott már lényegesen sokkal többet keres, meg mindenféle egyebet, ahhoz majd akkor ugye el kell veszíteni ezt a Magyarországon lévőt. Én arra gondolok, és akkor inkább erre hagyhúzzak már egy lapot egy picit, mert én baromira okos vagyok, magának kell kitalálni, ugye az már az egyik lapot, azt már kapásból húztam. Így van, megvan. Akkor jól, tehát amit gondoltam. Az, hogy vállalj el azt, amit Magyarországon létezik, a külföld az még nem egy fix, konkrét dolog, amire most választ kellene adjon, hogy most holnap után fölül a repülőre, hogy a vonatra is. Én tervezem, hogy tervezzem-e azt be magam. Tervezze. Ezt akartam mondani, hogy itt legyen ezen a valami, itt be fog szerezni valami olyan információt, vagy tanulnivalót, vagy valamit, ahova most el fog menni, ez az egyes ajánlat, és azzal még többre tudja használni majd, aztán nem, ezt majd fogja tudni használni külföldön is. És tervezze be, hagyd nézzek meg egy olyat még, hogy az egy fél év, egy év, vagy még hosszabb táv. Nagyon köszönöm, ezt akartam. Fél év, egy év. Egy év múlva tervezze be, hogy maga ebbe meg ebbe az országba, illetve ne is azt határozza meg, hogy ebbe az országba, mert a sorslapot húztam ki, hanem írjon le, tudja, amit szoktam mondani a munkára, hogy szeretem, jól csinálni, másnak szüksége van, stb. És amilyen a körülmények. Tehát, hogy konkrétan, mit tudom, hogy milyen otthonban, hogy milyen körülmények között, hogy, tehát ahogy kitalálja, és oda soroljon föl egy pár országot. Jó? Azért, mert magának sorszerűen benne van, hogy muszáj menjen külföldre, viszont az, hogy azt a külföldi dolgot át tudjuk élni, és meg tudjuk teremteni, hogy egyedül és biztonság, öröm, siker, ajándék, minden van. Ugye az, hogy külföldi ország, külföldi nyelv, külföldi, ezért egyedül vagyok, meg tudom oldani, tehát ez egy kis csomag, és ez elvileg tök mindegy, hogy hol lehet. Igen. Tehát, hogyha felsorolja azt a 3-4 országot, ahol mindenképpen szeretne eljutni, akkor ezt a csomagot valamelyikbe kapja meg, ahol a legkönnyebb magának. Úgyhogy egy éven belül tervezze, addig meg jó vállalja el ezt az állást egy évre. Az már 9 évet jelent a mostani szorzásunkkal, tudja, annyira sok minden történik ilyenkor egy év alatt. És ezt hogy kell képzelni, akkor, hogy ami egy éven belül történik, az 9 évnek a mennyisége? Így van. Olyan, mint egy Bruce Willis film, vagy egy kabos filmet összehasonlít történésekben. Amíg a pasi elhatározza, a titkárnőnek elmond egy mondatot, az 6 perc a filmben régen, most meg 6 másodperc. Aha. Jaj. Ez pont ennyivel, tehát egy éven belül annyi rengeteg dolog történik, és hogy tudjuk földolgozni, úgyhogy maga annyi minden tapasztalatot megszerez ez alatt az egy év alatt itt ezen a munkahelyen, hogy az ezerféle helyen tudja majd használni. És még azt meg tudjuk nézni esetleg, hogy a jelenlegi, meg az egyes, meg a kettes működne úgy, hogy párhuzamosan, vagy így mind a két lakisággal. Hallom én. Valami miatt nem érzem jól magam tőle. Megnézzük, hogy... Igen, akkor ezért nem éreztem jól magam tőle, meg tudja csinálni, de a hűség önmagamhoz fejjel lefele van, meg kizsigere egy kicsit magát. Ja. Ezt ugye mi volt a kérdés? A félelem kérdése. Hogy jó, de most akkor hagyjak ott valamit, és akkor hát, ha még a másik nem. Egy darabig csinálja. Nem, régebben is csináltam, és úgy érzem, hogy ez hiányzik most is az életemből. Nem baj, csinálja. Azért mondom, hogy egy kicsit kizsigerelj saját magát, de hogyha ez magának egyébként jó, amikor majd nem lesz jó, meg amikor egy év múlva elmegy, akkor addig úgyse hal bele. Annyira nem fogja lefárasztani. Nyugdíj utánig, vagy nem tudom. Miért hány éves? 90 koromig. Most hány éves? Nem vagyok nyugdíjas kor, még nem vagyok. Nem akarod, mert egyébként ilyen 20 éves hangja van. Köszönöm. Annyi is? Nem, van az már háromszor, az sem már háromszor, 20 is lesz. De jó, annyira élvezem, mert annyira vicces volt, hogy mentem az utcán, és megállt egy nő előttem, hogy úristen, ez a Buzás Ildinek a hangja. Most Buzás Ildi ugye általános iskolás koromban voltam, és 14 éves koromban látott a nő utoljára. Megkor azt mondja, ronda vagy és öreg, azt mondja, de pont ugyanaz olyan a hangot. Szóval annyira megmaradt fiatalnak a hangot. Úgyhogy úgy látszik maga is ebben a kategóriában, hogy nem öregszik, nem baj, így maradjunk, jó? Csakarom. Helyes. Így is legyen. Örökségem is van a gének miatt. Igen, akkor ez egy szerencse, tényleg. Nagyon, igen. De meg a gondolkodásunkkal rá kellett jönnöm, hogy ha lefényképeznek, akkor azért azon lehet. Bár a fene tudja, mert időnként az interneten olyan fiatalnak látom, nagyon sokan engem, hogy ilyen fiatal pasiktól kapok ajánlatot, és meg kell írjam, hogy édesem, biztos, hogy egy 70 éves nyugdíjas nénire vágyik, azt mondja, nem, de annyira jól néz ki, azt hittem, ez egy fiatalkori kép, és mit tudom, ilyen egy fél éves vagy egy éves kép.
Tehát úgy látszik a kamera valami miatt szeret, de ha lefényképeznek, azon lehet látni, hogy én egy néni vagyok, és mégis valahogy a mentalitásom másmilyen. Hát maradjon ilyen drága. Így van, így erre gyúrok én is. Helyes. Mondtam, hogy az már nem izgat, hogy lesznek itt. Szoktam kérdezni, hogy ha így kifeszíthetném valami, akkor jobb lenne, amit mondok? Mindegy. Elég bölcsnek kell lennünk, és jól érezni magunkat a bőrünkbe, és annyira, hát ekkor jöttem rá erre, hogy mit jelent az, hogy kisugárzás, hogyha szívesen vannak az ember aurájában az emberek, akkor már valahogy jól csináltunk valamit. Különletes az, hogy a figyelem a korombelieket, meg még a fiatalabbakat is már, és elkezdi mondani már 40-es korát, hogy már mennyire öregszik. Jaj, hát az én koromban már. Döbbenetes, hogy az ő korában már. Sorolni, hogy érzi magát öregnek, és mitől érzi magát. Volt egy ilyen előadás, amit szoktunk fölvenni olyanokat, hogy egy ilyen videóvlogot, és abban volt az, hogy öreg egy másképp. Elmentem zumbázni, mert ugye nekem szükségem volt arra, hogy kicsit mozogjak, nagyon sokat ülök, és képzelj el, hogy mindenki 60 fölötti, de a csapatnak a fele 70 fölötti. És végig ugrálnak úgy, hogy mikor fölajánlottam itt a tanárnő az utolsó 10 percben, hogy akkor talán üljünk le is a gyakorlatot, kérdezik, hogy miért fáradt valaki? És eszébe se jut senkinek, de nem azért, és egyikünknek se olyan fontos, hogy jaj, Istenem, most a szemüldök, ami jól áll-e, és hogy a ráncaimat ne lássák, és tehát nem ez a típusú valaki. És annyira jó érzés az, hogy egyre több és több és több olyan időskorú ember van, aki élvezi azt, hogy egészséges, jókedvű, és telik az élet, mert hát, már bocsánatot kérek, de hogyha jól akarom élni az életemet, akkor 95 éves koromban is egészségesnek kéne maradni, és azt a millió tapasztalatot begyűjteni, ami ebbe az életbe bele. Mert 60 éves koromban, vagy 50 éves korában hány ember rozoga és beteg, és büszke rá, és emlegeti a millió baját. Igen, és meg büszke. Csillagocska, most ezt azért beszéltük meg, hogy megveregethesse a vállát, meg én is az enyémet. Jól csináltunk valamit. Minden jót magának, és sok sikert. Minden jót. Viszont hallásra. Na hát, milyen kis fiatal kedves hangja volt, azt hittem, hogy ilyen 20 éves lányka, hogy mit akar csinálni, de volt egy aranyos bácsi, ezt már sokszor emlegettem a műsorban, aki 93 éves korában még mindig az által létrehozott büfébe dolgozott, és a fölötte lévő lakásba lakott, Angliába. Mondta, hogy még soha nem volt szabadságon, és úgy elkezdett valaki sajnálkozni rajta, azt mondja, tehát miért kell elmenni szabadságra, hogy abból a taposú malomból kilépj, és fel tud magadat tölteni. És, de hát, hogyha jól érzem magamat, nálam 5 perc van, de hogyha azt mondjátok, hogy annyi az idő, akkor befejezzük. Igen, már ott van a számítógépen, az biztos, hogy majd beállítjuk ezt a helyes kis órámat. Tehát amikor az ember egy olyan helyre, olyan dolgot csinál, ahol lefárad és tönkre megy, akkor jól esik, hogyha kimegy belőle és szabadságra megy. De hogyha jól érzi magát a bőrébe, akkor miért kéne pihenjen? Na, az utolsó hívom. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, Ildikó. Én most szeretném kérni a segítségét, hogy van lehetőség előttem, hogy melyiket választam, az egyest, vagy a kettest, vagy mindkettőt, vagy egyiket sem. Most már negyedik ugyanilyen kérdés. Van egy szép népdalunk, hogy két út van előttem, melyiken induljak? Így van. És a folytatása is úgy van, hogy kettő a szeretőm, melyikhez? Egészen más. Az egyes az egészségügyi. Nem, csak viccelődtem. Csillagocska, az egyes az egyik se jó. Az egyes egy kicsit jobb. De az egyes szomorúság, veszély, veszteség, halál. Hát ha ez egészségügy, akkor már értem is, hogy micsoda. Maga nagyon édespofa valaki, biztos, hogy jó magának az, hogy állandóan beteg gondolkodású, rosszul élik az életüket, és ezért betegséget betegségre gyűjtenek, és ezért szeretne ilyen környezetben lenni. A második az kifejezetten nem jó. Hamis anyukától hozott rémületeket, és szokásokat, és egyebeket látok ott benne, tehát mintha onnan hozott mintákat akarna beleépíteni, ez nem hiszem, hogy önnek annyira jó. Csillagom, hogyha magának egészségügyi végzettsége van, akkor maradjunk abba, hogy vállalja el ezt az egyest, mert maga... Nincsen. Nem állásról van szó, hanem egy kezelésről, amit én kapnék. Veszteség szerint szomorúság. Milyen típusú betegsége van, hogy mitán szerencsére nem mondta a nevét, elmondhatja, hogy milyen típusú betegsége van? Ez tulajdonképpen egy ilyen mondhatom, hogy milyen kezelésről van szó. Hát nem biztos, mintha nem vagyok egészségügyi dolgozó, ezért szerencsére, ezért biztos nem vagyok szakember. Ez bács. Hát,
ha szeret kórházba járni, vagy szeret emberek között lenni, vagy jól esik, hogyha az orvos figyelmet fordít önre, akkor vállalja el. Mert kárt nem fognak okozni, de igazából egyszerűbb lenne, hogyha nem lenne beteg. És azon a dolgon keressen egy olyan könyvet, hogy mit árul el a betegséget, nézze meg, hogy annak a lelki oka mi, és próbáljon azon a dolgon változtatni, mert így ennek semmi értelme nincs, hogy mindig valami betegség, és aztán keresek hozzá egy orvost, vagy egy gyógyítást. Érti, mire gondolok? Igen, de ez nem orvos, hanem ez egy ilyen... Egy technika, tök mindegy. Most az, hogy természetgyógyász és bigyót csinálnak velem, igen, vagy rám olvasnak, vagy bármit, mert ezerféle, tényleg ezerféle, mindenféle megoldás van, de addig, amíg maga az okot nem mulasztja el, addig sajnos nem sokat érünk vele. De mondom, otthonról hozta ezt a mentalitást, hogy elő is állítom, meg a félelmeivel gyűjti be ezeket a problémákat, betegséget. Szóval a lényeg, amit kérdezett eredetileg, ahhoz az a válasz, hogy elvállalhatja, ha van rá pénze, ideje, energiája, stb. Kárt nem fognak okozni, de egészen addig, amíg az eredeti okot, ami miatt az létrejött, nem tudja elmulasztani, addig a problémája is meg fog maradni. Jó? Igen, és akkor a kettes? Azt mondtam, hogy azt ne is usson eszébe. Nem. Az ott egy nem jó. Az magának nem az igazi. Lehet, hogy akárkinek jó, de magának biztos nem. Hát ez nagyon érdekes. Uh-huh. Van, amikor X gyógyszer A embernek tökéletes, a másiknak meg nem való. És ez ugyanez vonatkozik a bármilyen technikára, vagy kezelésre, vagy akármire. Úgyhogy... De mondom, először vegyen egy könyvet, hogy mit árul a betegséget, gondolja végig, hogy ez mivel állított el, és aztán lehet, hogy a harmadik lesz a legjobb, hogy az öngyógyító dolgát bekapcsolja, de legyen úgy, ahogy önnek igazán, jó? Nem én vagyok az orvos. Jó? Értem. Na, okosan. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és én meg mindenkitől nagy tisztelettel elköszönök. Ezt itt ezt kicsit le kell kapcsoljam, mert... el kell mondjak kettő olyan dolgot, ugye ez a hírlevél. Most itt láttam a kollégámat, ezért most mondom neki, hogy az adásban mondtam, hogy a vakbél gyulladásodat szeretném, ha elmulasztanák valahogy, hogy egy kicsit jobb kedvű legyen, mert én láttam egy kis adásodat, és ezzel vidámabb volt. Azt mondja, március 5-6-a budapesti Angyalvárban Spirit Flow lélek áramlás rendszere alaptanfolyam. Tessék szívesen elmenni, minden további információt megtalál a magazin program bőrzéjében az oldalunk bal alján. És van még egy másik, hogy március 20-án, nem tudom, Krájon, ezerféleképpen ejtik ki, nap az Angyalvárban, csakra átalakítás. Ez egy iskolának a program, az új ciklus új energiákban nagyon jelentős változások indultak, ezért a szellemi világ segíti az energiákhoz hozzáigazítani a fénytestünket, és ezt az áthangol beavatása végtelen erőteljes energetikai változtatási folyamatot indít el. Már semmi nem marad olyan, mint eddig volt, soha, mert most én, amikor leültem ide egy órával ezelőtt, több milliárd sejtem azóta megszűnt, én pedig már egy másik ember vagyok. Köszönöm szépen a hívásaikat, a figyelmüket, tartsanak meg jó emlékezetünkben, és egy hét múlva találkozunk újra. 6 órakor Márk Mátéval, és 7 órakor velem. Tisztát!